Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. Sziasztok, ma a Vatikánt látogatjuk meg. Már itt vagyunk. Sajnos most nem tudjuk kihagyni ezt a hosszú sort. Váltunk a sorba, de lassan már a pénztároknál leszünk. Ez 12 euróba kerül fejenként, én úgy tudom. Persze meg lehet venni online is, sajnos persze nem tudtuk megtenni. Máról már lezárták a online megvehető jegyeket, úgyhogy ezért is kellett a sorban állnunk. Más megoldást nem tudok. Úgyhogy hát most így kellemes a napon itt. 30 fokban már így korán reggel, 10 órakor? Igen. Itt a Vatikánban, itt a Vatikán területén, ebben az országban a svájci gárda szolgál. A svájci gárdában csak úgy tartozhat, hogyha a svájci útleveled van, nem lehet barátnő, semmi, konkrétan nincs életed, és itt szolgálsz. I'm staying back, I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head, when lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch so soft, not looking for no, no, no. A Vatikán a világ egyik legkisebb evangéliának az egyike, ami azt jelenti, hogy egy országban belül teljesen körbeölelt kisebb ország, aminek igazából a teljes területe 44 hektár, kb. 840 lakos lakik itt. Az apró ország fő látványosságai a Sixtus kápolna, persze a Szent Péter bazilika, Szent Péter tér, és ne felejtsük el a 14 csodálatos Vatikáni Múzeumot. Bist du bereit? Ja. 551 Lépcsőfok, és fent van jubulában. Csak így túl ebben a nálam. But then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost. Everything is wrong. Még van hátra 320 lépcsőfok. Lépcsőn is, lassan, remélem a kilátás megéri. Már amit előbb láthatom, gyönyörű volt, úgyhogy ez csak még szebb lehet. Just call on me to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me to get you, just call on me to get you.
már este van, de eljöttünk még egy kicsit sétálni. Ez az utolsó napunk itt Rómába, úgyhogy így kihasználjuk ezt az utolsó estét. Eljöttünk, ettünk már pizzát, és persze tésztát is. Most eljöttünk a világ legjobb tiramisú bárjába. Igen, talán bárjába. Ez az a hely, amit tényleg nem szabad kihagyni. Ide el kell jönnötök. Mindenki. Mindenképpen érdemes eljönni ide Rómába. Éjszaka is teljesen más a hangulata, egyszerűen lenyűgöző, tényleg az elvártat, a igazi olasz hangulatot adja. Gyertek el!